Két hét szünet után a hét elején ismét kinyitottak a medencék a magyar kanizsai Tiszaparton. A jó időt, a kellemes vizet és a felújított részt is sokan kihasználták az elmúlt napokban. Főként gyerekek népesítették be a medencéket, akik nagyon örülnek neki, hogy ismét szabadon járhatnak a Tiszapartra. Hát egyrészt az, hogy van csúszda és nem klóros a víz, hanem ilyen tiszta a gyógyfürdős, meg azok a fújók, vagy mi az. Legközelebb is el fogsz látogatni ide? Igen, mert minden évben jövünk a Dani nagymamájához. Az elmúlt időszakban a medencék melletti rész is felújításon esett át. Új padok, napellenzők kerültek ide, hogy kellemesebbé tegyék a pihenést a látogatók számára. A helyiek is szívesebben járnak le a felújított részre. Azt lehet mondani, hogy gyönyörű, nagyon szépen felújították, és az, ami külön figyelemre méltó, meg minden dicsérete természetesen, a tisztaság. Az, hogy valóban minden nap reggeli órákban tisztítják, és hát ez rengeteget jelent, meg hát látszik abból is, hogy nagyon sok a vendég, a turista, hát nyilván erre kihatással van az is, hogy nem nagyon lehet utazni másfelé, de hát nyilván ehhez nagyon fontos az, hogy ilyen szép legyen a környezet, tiszta, és hogy az is sokat számít, hogy különböző jó falatokat lehet kapni relatív jutányos áron, úgyhogy itt nagyon szépen el lehet tölteni, gondolom, akár egész nap, sőt, napokat is kirándulni, főzni lehet. Hát szerintem tökéletes. Ide a medencébe tulajdonképpen mi az unokákkal járunk csak. Egyébként a Tiszában még régi kanizsai, sőt, tőzsgyökeres kanizsai, hát mindenféleképp a Tiszába úszunk, tehát az unokákkal ugye a bazinba jövünk jutni, és hát a mai program az, hogy ővelük itt eltöltsünk egy délelőttet, gondolom a bazénba, kicsit úszkáljanak. Már jó úszik egy része, hát az apraja még nem, de a folyamatban van, hogy őket is megtanítsuk. Úgyhogy ez a mai programunk. A járványügyi előírásoknak megfelelően kötelező a testhőmérsékletmérés, mielőtt valaki a medence területére lépne, illetve a fertőtlenítés is. Két hétig nem dolgozott a medence, a koronavírus véget, de most ezen a héten újra nyitottunk, és szép számba jönnek a fürdőzők a medencére, és úgy érzem, hogy jól érzik magukat itt, a víz is tökéletes, az idő is jó, és rengetegen kihasználják ezt a szép környezetet itt, hogy lazítsanak és pihenjenek. Hát hétköznap is szép számba jönnek, de a hétvégék azok, amelyikek, amikor több ember összegyűlik. Általában délután szoktak jönni, akkor van a nagyobb tömeg, de úgy érzem, hogy az emberek is odafigyelnek magukra, betartsák a szabályokat, lázmérést végezünk itt a jegyvásárlásnál, és akkor úgy érzem, hogy nem lett semmi gond és probléma itt a medencén. A Tiszaparton található éttermek, kávézók tulajdonosai, munkatársai is örülnek annak, hogy megugrott a forgalom az elmúlt időszakban. A strandolás elengedhetetlen része a fagylalt, a főtt kukorica és a lángos is megtalálható az egyik tiszaparti étteremben. Nagyon sok ember megfordul itt gyerekekkel. Együtt a játszóteret nagyon sokan használják, és itt a teraszon is rengeteg ember megfordul. Vidékről is nagyon sokan jönnek, nem csak a kanizsaiak, hanem Szabadka, Beográd, Novi Szád környékről. Lángos van, tejfölös, sajtos, fokhagymás, ezek közül ugye kombináció, amilyet szeretne a vendég, és 100-150 dinár között van az ára neki. Én nagyon örülök, hogy ennyi ember megfordul itt nálunk. Nagyon szeretek itt dolgozni, és nagyon szeretem, hogy több embert ismerek meg napról napra, nem csak a kanizsaiakat, hanem a környékbeli embereket is. A magyar kanizsai Tiszaparton a lángos ára 100 és 150 dinár között mozog. Egy főtt kukorica 80 dinárba kerül, a fagylalt ára pedig 80 és 200 dinár között van. A medencékhez a belépőjegy ára változatlan, 3 éves kor alatt ingyenes, 3 és 6 év között 70 dinár, a felnőtt jegy ára pedig 150 dinár.